Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti tévé hírműsorát látják. Alapvető elvárás, hogy szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működjenek a hazai kórházak, ezért rendet kell tenni a gazdálkodásukban, értékelt az állami számbevőszék elnöke. Domokos László hangsúlyozta, a számvevőszék nem a betegellátást, hanem a kórházak pénzügyeit vizsgálja. Azt mondta, az AS az országgyűlés legfőbb pénzügyi gazdasági ellenőrző szerveként azt tapasztalja, hogy sem az irányítási, sem a vezetési területen nem tartják be a törvényeket a kórházakban. A legutóbbi ut utóellenőrzésnél öt intézménynél állapított meg, hogy ugyan elismerték a hibáikat és megírták a kért intézkedési terveket, azokat nem hajtották végre, emlékeztetett. Kiemelte, az intézményvezetőknek több erőfeszítést kellene tenniük a kórházak törvény szerinti gazdálkodása érdekében. Több intézményben nem alkalmazták az előírt lertárokat, így elszámolhatatlan helyzet alakult ki. Az ÁSZ ezért arra kéri az intézményvezetőket, hogy tartsanak rendet a kórházakban, ezen a téren is, mondta Domokos László. A magyarok többsége bízik az Európai Unióban, és nagy részük optimistán tekint az unió jövőjére derült ki az Euróbarométer legfrissebb felméréséből. A magyarokat leginkább a bevándorlás és a terrorizmus aggasztja. Magyarországon a lakosok 55%-a bízik az EU-ban, és 68% tekint pozitívan ennek jövőjére. Az uniós állampolgárok nagyobb része gondolja azt, hogy az ő szava is számít a kontinens ügyeiben. A magyarok ezzel is 55%-ban egyetértenek, ami egyébként alacsonyabb az átlagnál. A hazaiak azzal is nagy mértékben elégedettek, ahogy a demokrácia működik az EU-ban. A felmérés szerint 63 találja ezt megfelelőnek, amely ebben az esetben jelentősen magasabb az uniós átlagnál. Szintén sok, 84 -a, a magyar válaszadóknak tartja magát európai állampolgárnak. Ezzel sorban a hetedikek vagyunk. Az euró támogatottsága az összes tagországot tekintve rekord szinten áll. A megkérdezettek több mint három nyilatkozott pozitívan a közös valutáról. Magyarországon is a többség támogatja az eurót. Az, hogy mi aggasztja a magyarokat, a felmérés szerint egyértelmű. 49 jelölte meg legnagyobb problémának a bevándorlást, a második helyen 23 kal a terrorizmus áll, de nem sokkal marad el ettől a klímaváltozástól való félelem. A magyar válaszadók 22 a gondolja ezt a legégetőbb problémának. Az MSZP a magyar Suzuki gyárban dolgozók érdekeinek védelme ügyében levéllel fordult a cégcsoport Japán vezetőjéhez, valamint törvénymódosítást kezdeményez az országgyűlésben. Jelentette be Komjáti Imre, a párt alelnöke és újhelyi István európai parlamenti képviselő. Komjáti Imre elmondta, a Suzuki stratégiai partnere a kormánynak, azonban az erről szóló szerződésben nem szerepel a magyar munkavállalók érdekvédelme. Az MSZP ezért ősszel törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy stratégiai partnerséget csak olyan céggel lehessen kö... Magyarországon, amely nem csak megtűri, hanem támogatja is a szakszervezetek létrejöttét közölte. Felidézte, idén februárban ugyan megalakult a Vasas Szakszervezet alapszervezete a gyárban, azonban az alapító titkárt másnap biztonsági örökkel kísérték ki a cég telephelyéről, és azóta is munkaügyi folyik az ügyében. Az MSZP alelnöke úgy vélte, az alaptörvényt és a munkatörvénykönyvét sérti, hogy a vasas szakszervezet alelnökét azóta sem engedték be a gyárba, illetve hogy a Suzuki vezetése elzárkózik attól, hogy a munkavállalók érdekvédelmi szervezete működhessen a cégnél. Négy párt szinte teljesen egyforma támogatottsággal rendelkezik az ellenzéki oldalon, derült ki a Publikus Intézet felméréséből, amelyet a népszava megbízásából készítettek. A kutatás szerint a Fidesz előnye továbbra is jelentős, a biztos szavazó pártválasztók 51%-a támogatná a kormánypártot, 11% a DK-t, míg az MSZP-nek a Jobbiknak és a Momentumnak egyaránt 10-10%-os a tábora. Külpolitikai híreink. A brit munkáspárt egyik magasrangú politikusa szerint kormányra kerülésük esetén nem akadályoznák meg a Skócia függetlenségéről tartandó újabb népszavazást. John McDonald az Edinburgh Fringe Fesztiválon beszélt erről a parlamenti ellenzék legfőbb erejét alkotó le Labour árnyék kormányzásának pénzügyminiszter jelöltje azt mondta, a népszavazással kapcsolatos döntéseket a skóciai parlamentre bíznák. A politikus az LBC rádiónak is beszélt az újabb népszavazás lehetőségéről. A skóciai parlamentre és a skótokra kell bízni a döntést, majd ők eldöntik, akarnak-e újabb referendumot. Mi nem akadályoznánk, hagynánk, hogy a skótok döntsenek. Ez a demokrácia fogalmazott. De elismerte, hogy a párton belül vannak más vélemények is. A Donyac medencei feszültség csökkentéséhez mindenek előtt az kell, hogy az ukrán hadsereg beszüntesse a lakott települések lövetését, ami áldozatokat szed a békés lakosság körében jelentette ki a Kreml közlése szerint Vladimir Putyin orosz elnök, amikor felhívta őt ukrán hivatali partnere Volodymyr Zelenszky. Az orosz elnöki hivatal szerint Putyin a megbeszélés során hangsúlyozta, hogy nélkülözhetetlen a konstruktív párbeszéd a Donyac medencei konfliktus résztvevői, Moszkva felfogása szerint az ukrán kormányerők és a szakadárok között, Egyebek között a Minszki összekötő csoport keretei között. Az eszmecsere folyamán hangsúlyt kapott, hogy fontos a július 21-én életbe lépett tűzszünet szigorú tiszteletben tartása, valamint a fegyveres erőknek és az eszközöknek a demarkációs vonaltól való visszavonása. Megerősítették a Minszki megállapodások következetes végrehajtásának rendkívüli fontosságát, beleértve azt is, hogy a délkelet ukrajnai szakadár köztársaságok különleges státuszt kapjanak. Politikai szövetségre lépés közös képviselőházi, illetve szenátusi frakciót hoz létre Romániában a kormánykoalícióban résztvevő liberálisok és demokraták szövetsége, és a Viktor Ponta volt miniszterelnök vezette Pro-Románia párt jelentette be. Kalin Popescu Trajcsánu az Álde elnöke. A szenátus elnöki tisztségét is betöltő politikus szerint az új pártszövetség így módon a harmadik legjelentősebb erővé válik a bukaresti parlamentben a kormány vezető erejét képező szociáldemokrata párt és a jobboldali Klaus Johannis államfőt támogató ellenzéki nemzeti liberális párt után. Trajcsánu szerint a két politikai alakulat között a közeljövőben tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy kidolgozzák közös politikai programjukat és együttműködési megállapodásukat. A Facebookon közzétett bejelentés újabb jele annak, hogy szétesés fenyegeti a bukaresti PSD Aldea szociálliberális kormánykoalíciót, miután a PSD nem volt hajlandó felsorakozni Trajcsánul mögé, és úgy döntött, hogy Viorica, Dancila Viorica, Viorica Dancsila pártárnök kormány személyében saját jelöltet indít a novemberi elnökválasztáson. Jair Bolsonaro brazil elnök kiadott egy rendeletet, amelyel, ha a parlament véglegesíti, megfosztja jövedelme egy részétől az írott sajtót. Rendeletéről először azt mondta az elnök, hogy így akarja megbosszulni a sajtó részéről őt érő támadásokat. Később viszont azt állította, hogy nincs szó bosszúról. A rendelet felmenti a tőzsdei cégeket, azon kötelezettségük alól, hogy pénzügyi eredményeiket megvásárolt reklámhelyeket az írott sajtóban közöljék. A cégek által erre a célra megvásárolt reklámhelyek rendesen sok oldalt elfoglalnak a lapokban, és ez jelentős bevételt hoz a médiának. Ezután csak a hivatalos közlönyben és a tűzsdefelügyelet honlapján térítésmentesen kellene megjelentetniük pénzügyi eredményüket. A rendelet ideiglenes, ami azt jelenti, hogy azonnal hatályba lép, de csak akkor válik véglegessé, ha a parlament jóvá hagyja. Ariye Deri belügyminiszter izraeli rezidens státuszt adott egy palesztin férfinak, aki 2016-ban megmentette a Mark család gyermekeit egy terrortámadás után, melyben a családfőt, Mark Rabbit meggyilkolták. Mark Rabbit a gyermekei szeme láttára ölték meg, és te pedig bátorságról és nagy emberségről tettél tanú bizonyságot, mondta Deri a dokumentumok átnyújtásakor. Segítettél a gyermekeknek, vigyáztál rájuk, tudom, hogy magas árat fizettél érte. Miután az ügy eljutott hozzánk, úgy határoztunk, Yeah. <laughs> hogy megkönnyítjük az életedet, és státusz biztosítunk számodra Izraelben, te ide tartozol. Mark Rabbit 2016. július esején ölték meg egy fegyveres terrortámadás során, miközben családja társaságában Hebron közelében autózott. Felesége, Hava súlyosan megsérült, és két tínédzser gyermekük szintén sérüléseket szenvedett. A Hebron környéki palesztin férfi és felesége segített az életben lévő családtagoknak kiszabadulni a felfordult járműből, és elsősegélyben részesítették őket a mentőcsapatok kiérkezéséig. Gazdasági híreink az átlag fizetésekhez viszonyítva a leghosszabb időszakot, több mint 11 évet a cseheknek, a legkevesebbet pedig alig 4 évet a portugáloknak kellett dolgozniuk ahhoz, hogy új 70 négyzetméteres lakást vehessenek. Magyarországon tavaly ehhez 7,1 évnyi bruttó átlagkereset kereset kellett, írta a át Európai Lakóingatlan piaci tanulmányában. Az elemzés kiemeli, az utóbbi három évben Magyarországon nőttek a lakásárak leggyorsabban Európában. Tavaly négy országban, Magyarországon, Csehországban, Lettországban és Portugáliában volt több mint duplája a drágulási ütem az európai átlagnak. Az európai lakóingatlanok piacárára vonatkozó tanulmány szerint az elemzésben vizsgált országok közül a norvég lakások a legdrágábbak, míg a városokat tekintve Párizsban kell a legtöbbet fizetni egy otthonért. Híreinkről bővebb információt a www.braerpress.com illetve a heti.tv.com-on olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Hazánkban csütörtökön délelőtt változóan felhős lesz az ég, elszórtan számíthatunk záporra. Délután a több kevesebb napsütés mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak is kis eséllyel alakulnak ki záporok. A szél napközben mérsékelt nyugati lesz. Hajnalban 16-21 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 24-32 fok között akul, késő este 19-25 fok lesz. Köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk a viszontlátásra!